Sziasztok! Az elmúlt időszakban már a harmadik hasonló eset az, ami előfordul az ismerősi körömben. Ez pedig nem más, mint hogy beküld egy támadó egy kamu levelet, és így valamilyen módon beékelődik a valid e-mail láncba. És hát nyilván hasznot szeretne ebből húzni, mármint a támadó. Úgyhogy a mai adásban Business Email Compromise. Hello, sziasztok! Itt Csermák Szabolcs, etikus hacker, ez pedig a csütörtöki hack egy újabb része, és ahogy az már elhangzott a beharangozóban, a mai részben a BEC-ről, vagy Business Email Compromise-ról fogunk beszélni, és igazából egy kicsit bajban vagyok, mert hogy hát egy nagyon magyaros nevet nem tudok ennek mondani, vagy találni, tehát ezt a szakmában csak így hívjuk, hogy Business Email Compromise, mert hogy arról van szó, hogy üzleti levelezést kompromitálnak, mégpedig úgy, hogy a támadó az valamilyen úton, módon beleavatkozik a levelezésbe két cég között, vagy akár cégen belül. Ennek a támadásnak az egyik ismertetőjele az talán az, hogy tipikusan nem használ malware-t, nem nagyon van benne phishingre utaló jel sem, nem egy ilyen nagy volumenű dolog, mint például, amikor megszórnak valakit phishing e-mailekkel, mert nagyon-nagyon kevés levél megy be, de az nagyon célirányzottan, és hát igen, szóval ez egy irányzott támadás, itt nem az, hogy mindenkit megszórunk mindennel, hanem tudjuk azt, hogy na ezt a céget akarjuk meghackelni, innen akarunk lóvét lenyúlni, úgyhogy őket célozzuk. És mint ilyen, mint célzott támadás, nyilvánvalóan ebben az esetben hát megelőzi a támadást egy kutató munka, tehát a támadónak azért fel kell térképeznie azt, hogy ki is az, aki támadható ebben a folyamatban. És itt vegyünk rögtön kétféle hát támadást külön. Az egyik az az, amikor két cég közötti levelezésbe ékelődnek be, és van most, ami mondjuk most történt a minap, amikor cégen belüli levelezésbe próbál beékelődni a támadó. Amikor két cég közé áll be a támadó, ott tipikusan az szokott lenni a forgatókönyv, hogy valamelyik cégnek elküld először valamiféle adathalász e-mailt, valami jelszót megszerez a levelezéshez, és utána azzal a jelszóval belép be, próbálja meg ugye a támadást végrehajtani, ami tipikusan abból áll például, hogy mondjuk, hogyha küldenek egy számlát a támadott cégtől valahol máshol, már oké, A cégtől, A cégnél támadjuk meg az e-mail szolgáltatást, és B cég lesz a károsult igazából, tehát az A céghez bejutnak a levelezésbe, és a B cég felé küldenek egy levelet, hogy ha-hó, please ne oda utalj, ahova eddig, mert a számlaszámú megváltozott, és itt az új számlaszám, úgyhogy erre várjuk az összeget. B cég pedig azt gondolja, hogy hát igen, jött a partnertől egy ilyen kérés, hát akkor esetleg utaljuk erre az új számlaszámra az összeget, és hát sokszor nyilván még a számlát is meghamisítják, ha már úgyis hozzáférnek a levelezéshez a támadók, és a számlán is szerepelhet ez az új bankszámlaszám. És ilyenkor ugye mindig vissza kell kérdezni, hogy ha-ho, biztos, hogy megváltozott a számlaszámotok, de nem e-mailben, mert az e-mail az ugyanúgy be fog esni a támadóhoz, aki persze azt fogja mondani, hogy ne, megváltozott a számlaszámunk. Szóval ilyenkor mindig valami harmadik csatornán, vagy második csatornán, vagy külső csatornán kéne megkeresni azt a céget, aki szólt, hogy ha-ho, megváltozott a számlaszámunk, tehát, hogyha megvan hozzájuk egy telefonszám, akkor föl kell őket hívni, hogy ha-hú, kaptunk egy ilyen e-mail tőletek, valós ez, vagy csak át akarnak minket is verni. Láthatjuk tehát, hogy ebben az esetben azért ténylegesen hozzáférnek a levelezéshez. De van a másik eset, ami aminap történt meg, amikor nem kell, hogy hozzáférjenek valóban a levelezéshez, hanem egyszerűen külső e-mail címről, ám de a feladó nevét átírva juttatják be a levelet a cél céghez, vagy a támadott céghez. Ez ugye át fog menni egy csomó szűrőn, hiszen tipikusan valid szerverről küldik be a levelet, tipikusan jó az SPF record, jó a DMARC, jó a minden, egyszerűen nincs benne vírus, csak szöveg van benne, tehát nem feltűnő, mint egy rendes e-mail úgy megy be. Tehát ez mint később vajon át tud menni a rendszeren. És mondjuk átírják a feladó nevét Gipsz Jakabra,
az e-mail cím, az látszani fog egyébként, hogy nem a gipsjakab@cegem.hu, hanem valami tök külső dolog lehet, de sok levelező program meg sem mutatja, úgyhogy ilyen szempontból ez cseles dolog. És utána így beküldik mondjuk a CEO-nak a nevével, hogy ahó, piroskám, légy szíves, utaljál akkor ide 8 milliárd eurót. Ezért hát, miután főnök jut az utasítás, piroska lehet, hogy el fogja utalni a 8 milliárd eurót. És jött itt a kérdés persze, hogy honnan tudja az a gyomorult támadó, hogy kinek a nevében kell levelet küldeni, meg kinek kell küldeni a levelet, és hát erre azért vannak technikák, hát mondjuk az, hogy kinek a nevében kell, hogyha mondjuk egy ügyvezető vagy CEO nevében küldesz levelet, akkor nyilván a cégjegyzékből például ki lehet nézni, hogy ki is az, aki hát elég magas pozícióban van egy adott cégnél, vagy egy nagyobb cégnél, mondjuk, hogy fönn van valami szervezeti ábra, vagy a főbb dolgozók fönn vannak a weboldalon arcképpel, e-mail címmel, nem tudom mivel névvel, akkor onnan ezt le lehet lesni, és ezt fel lehet használni arra, hogy valakit megszemélyesítsünk. Aztán ott van a másik kérdés, hogy na jó, de kinek kell küldeni a levelet, és ki az, aki kompetens lehet a témában. Nyilván, hogyha megint csak a weboldalon ki van írva, vagy bárhol szerepel elérhető információkból, ami fönn van a neten, hogy egyébként nem tudom, a számlázás@cegem.hu az az e-mail cím, ahol a számlával kapcsolatos kérdéseket várják, akkor nyilván ez egy jó célpont lehet, tehát érdemes ezzel próbálkozni. De mi van akkor, hogyha nem találunk ilyen jellegű információt, és ekkor simán jöhet az, hogy egyszerűen mondjuk az SMTP szervert, tehát azt a mail szervert, a levelező szervert, ami a célcéget kiszolgálja, azt elkezdjük egy kicsit bingizni, és hát megpróbálunk egy szótár alapján beküldeni leveleket. Igazából nem kell beküldeni a levelet, elég, hogyha fölveszünk a kapcsolatot a szerverrel, megmondjuk, hogy ahol jön egy levél a test.hu-ról, és a címzet pedig, nem tudom, kukutyin@cegem.hu. És, hogyha olyan a levelezés rendszer felépítése, hogy nem továbbítódnak az ilyen levelek automatikusan valami központi címre, akkor lehet, hogy a levelező szerver azt fogja mondani, hogy hoho, ácsi, nálam nincs ilyen felhasználó. Tehát ki tudunk zárni ebből rögtön e-mail címeket, és a támadónak nincsen más dolga, mint hogy fog egy szép, hosszú listát, egy szótárfájt úgymond, amit végigpróbálgat, és hogyha abban a szótárba szerepel az a szó, hogy számlázás, akkor ezt megpróbálja, hogy a számlázás@cegem.hu lesz a címzet, és ez esetben majd, hogyha azt látja, hogy a levelező szerver beengedni a levelet, akkor tudjuk, hogy oké, ez egy létező e-mail cím. Egyébként régebben voltak erre más módszerek is, illetve vannak is. Az SMTP protokoll az nem túl szofisztikált, maradjunk abba, és elég régi, és annak volt egy olyan funkció, hogy verify, VRFY, utána egy e-mail cím, és megmondta, hogy van ilyen, vagy nincs. Ez tipikusan már egyébként le van tiltva a levelező szervereken, úgyhogy kénytelenek vagyunk így elindítani levél küldés, aztán mindig kilépni, amikor azt mondja, hogy oké, van ilyen címzet, akkor azt mondjuk, hogy jaj, bocsi, nem is akartam küldeni nektek semmit, és akkor szépen föl lehet térképezni azt, hogy milyen e-mail címek tartoznak egy adott doménhez. Na és hogyha már megtörtént a baj, bejött egy ilyen levél, akkor mit lehet tenni, vagy mit lehet védekezni? Hát, hogyha már valaki ezt elutalja, ezt az összeget, vagy rossz számlaszámra utal egy összeget, akkor az már hát problémás, hogy is mondjam, problémás lesz az behajtani, bárkin is, tehát annak valószínűleg már bottal lehet ütni a nyomát, ám de talán föl lehet térképezni azt, hogy ki volt a támadó, mégpedig főleg abban az esetben, hogyha ilyen cégen belüli business email compromise-ról van szó, mert ebben az esetben a szervernek a levelezési naplófájaiból meg lehet nézni azt, hogy ezek a levelek pontosan milyen útvonalon érkezhettek be a mi szerverünkre, és esetleg föl lehet venni a kapcsolatot a küldő szerver gazdájával, hogy nézze meg, hogy hozzá honnan jött, milyen felhasználójával, stb. És itt persze kiderülhet az, hogy ott volt egy akárki, akinek kiszivárgott a jelszava, és azt kihasználva az ő címén keresztül küldték ezt be, de igaz is lehet, hogy nem volt eléggé felkészült a támadó, és esetleg olyan címen keresztül küldte, ami hát ő hozzá van rendelve. Ilyenkor azért van esély arra, hogy elkapjuk az illetőt, de hát nyilvánvalóan itt azért van egy nyomozási tevékenység, amit hát végig kell pörgetni, aztán vagy sikerülni fog, vagy nem.
No, tehát a BEC, vagy BEC, vagy Business Email Compromise ellen milyen tanácsokat tudok adni? Hát elsősorban nem nagyon fogok tudni őket szűrni, mert annyira céljaiosak, annyira kicsi volumenben mennek, és annyira egyszerű a felépítésük, hogy az általában minden szűrőn átmegy. Tehát, hogyha kapsz egy olyan levelet, hogy ha-hó, kedves ügyfelünk, megváltozott a számlaszámunk, és inkább ide utaljon, akkor az legyen gyanús, és hívd föl telefonon azt az adott céget, hogy tényleg megváltozott a számlaszám. Hogyha a cégen belül kapsz egy e-mailt a főnököttől, hogy Pistikém, utalj már csilliárd eurót, légy szíves erre a bankszámlaszámra, akkor ne kövesd vakon ezt a dolgot, legyen gyanús, hogy hát azért nem szoktunk így ilyen utalásokat csinálni, és megint csak ne e-mailbe válaszolj, hanem hívd fel a főnöködet, hogy ahó főnök, tényleg te akartad, hogy küldjek el ennyi eurót valamilyen számlaszámra, vagy csak át akarnak minket verni. Ilyen és ehhez hasonló tanácsokkal lehetne szolgálni, és igazából, amit mondani szoktam, hogy itt ebben az esetben szerintem semmi más nem tud annyit számítani, mint az awareness, az a tudatosság, a figyelem, az, hogy nem ész nélkül kattintunk, utalunk, válaszolunk, hanem hogyha van valami olyan, ami kicsit így a kognitív rétegben üt egy ilyen rést a pajzson, hogy hoppá, ez nem is szokott lenni, akkor gondolkozzunk egy kicsit, és inkább telefonáljunk, egy telefonból nem lesz probléma, ám de hogyha kiadjuk ezt a telefont, akkor hát bizony-bizony sok pénzünk bánhatja ezt a kis műveletet. No, köszönöm szépen a figyelmet, ez egy ilyen rögtönzött adás volt, nem ezt terveztem, de ugye, ahogy mondani szoktam, a téma nagyon sokszor a földön hever, hogy élvezétek ki még a nyár utolsó napjait, heteit, és találkozunk jövő héten. Legyetek jók, sziasztok!